Confiteor Deo omnipotenti. Michael Wallace Banach, Magyarország apostoli nunciusa celebrálta a kommunista diktatúrák áldozataiért rendezett szentmisét szombat délelőtt Pócspetri római katolikus templomában. A település arról vált híressé, hogy 1948 nyarán a helybeliek nem engedték, hogy iskolájukat államosítsák. Az ellenük kivezényelt rendőrök egyikének a kezében dulakodás közben elsült a fegyver, halálra sebesítve egy egyenruhást. A korabeli hatalom a balesetet gyilkosságként értelmezve példát akart statuálni. Királyfalvi Miklós segédjegyzőt kivégezték, Asztalos János plébánost pedig első fokon halálra, aztán másodfokon életfogytiglani börtönre ítélték. A helybeliek közül több embert bántalmazással kényszerítettek vallomástételre. A verésekbe hárman később bele is haltak. Az áldozatokra emlékeztek a szombati szentmisén, melyet követően Kis András, a vármegyei közgyűlés képviselője kiemelte, Pócspetri helytállása Szent II. János Pál pápa későbbi tanításaival állíthatóak párhuzamba. És kimertek állni a katolikus hitért, a katolikus iskoláért, és a hatalom, ahogy a nagypápával, úgy a Pócspetri nép hitvalló magatartásával sem tudott mit kezdeni. Ez ennek a generációnak az üzenete. A Szent Pápától az egyszerű helyi plébánosig sosem feladni, sosem szem elől téveszteni a cél, ami nem e világi, hanem az örök létre mutat. Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke arról beszélt, hogy a kommunizmus nem térhet vissza, a mostani globalizált világ ideológiái azonban mégis hasonló veszélyeket rejtenek. A kommunizmus nem egyfajta jópofa kísérlet, nem egy jó szándékú társadalmi mérnökösködés. Hányszor hallottuk és halljuk. Az eszme jó volt, a megvalósításban csúsztak némi hibák. Ha ezt elfogadjuk, utat nyithatunk az újabb és újabb kísérleteknek és az újabb és újabb társadalom mérnökösködésnek. Erre a legközvetlenebb bizonyíték ismét kísértet járja be Európát. Kísértet, amely újra kísérletekbe kezdhet az Isten által teremtett emberen és az emberi társadalmakon. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője elmondta, Pócspetri lakossága soha nem fogja elfeledni a 75 évvel ezelőtt történteket. Királyfalvi Miklóst a Rákoskeresztúri új köztemető 298-as parcellájában jertelen sírba temették. A település 2017-ben hozhatta haza maradványait ide Pócspetribe. Som István, a falu tanítója, életfogytiglant kapott. Hárman haltak a véres verésbe bele. 20 falubelit ítéltek el, s megbélyegezték az egész települést. Rájuk emlékezünk most, tisztelt emlékezők, az áldozatokra, a kommunista diktatúra áldozataira. Pócspetrit 2019-ben történelmi emlékhelyé nyilvánították, a kommunizmus áldozataiért pedig keresztút emlékparkot építettek a templom szomszédságában. A szombati eseményen 5 új Golgota szobrot is felavattak. Soltész Miklós államtitkár azt mondta, az áldozatok emléke ma már bátran felidézhető a településen. A helyi iskola ma már újra katolikus intézmény, nagyszerű válasz. Ezentúl keresztút emlékpark is fölidézi a mártírok, a hősök szenvedéseit, de egyben kitartását is. Ők százezrek és milliók áldozata hozta meg a kommunizmus vesztét térségünkben, országunkban egyaránt. Nekik, a kommunizmus áldozatainak köszönhetjük, hogy mindenkinek, egyénnek és közösségnek, egyházainknak és civil szerveződéseinknek meghozták a békességet, meghozták az emberi méltóságot, és meghozták a lelkiismeretre épülő szabadságot. A szentmisén Szent Janka Beretta mollát, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjét ábrázoló mellékoltárt is felavatták.